Én azt mondom mindenkinek, itt a nyárból izom minden nap. Egyértelmű, éljen egyszer élünk. Így van. Itt jó bulik szoktak lenni, jók a nők, hideg a sör. Ennyi, én csak ennyit tudok mondani. A kedvenc emberem itt a öreg kuferek. Úgy nyomják neki, bazd meg! Irigylem őket! Meg a táncos fiú ott fent! Mindjárt szólok neki, hogy jöjjön le, és akkor táncoltak ti is. De most mi van a kufferekkel? Ezek az öreg kufferek úgy nyomják, irigylem őket rendesen! El kell tőlük leesni, hogy hogy mozognak rá. A bútor a föld, a üvörög a hangútól a ház. Nézem, szombat, hogy étköztem! Mindenki itt van, neki számít, csak meg a szakú, hogy legyen! Hát igazából a tegnapi nap az káó volt. A mai nap megint káó lesz, úgyhogy elrakjuk magukat rendesen! Drágáink, közben megkezdődik a Party Shakersnek a forgatása! Sziasztok, ez itt a Party Shakers legújabb adása. Itt vagyunk újra június után, most augusztusban, Mosonmagyaróváron a parkban. Itt van velünk a Metzger Viki, Roland P. és Krisz B. is. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a TikTokra és az Instára, és nézzétek meg, hogy a mai adásban Mosonmagyaróváron milyen interjúalanyokkal fogunk itt találkozni. Korán itt vagytok, már még nincs itt a Metzger Viki, még tőle is hamarabb érkeztetek. Nem baj, toljuk reggelig! Itt vagytok zárásig, akkor ezek szerint? Igen, igen, mindenki! Mit szeretek meghallgatni, mire készültök ma este? Itt vagytok a Revolution Pubba, vagy átmentek a nagy tánctérre is? És a kettő jöhet! Mindenütt ott leszünk! Egyszerre? Egyszerre! Ez alatt a ruha alatt olyan szelt van, hogy szívszakad. Igazából ez alatt a ruha alatt egy olyan jó szelt van, hogy szívszakad. És most hol van az a szelt? Most mivel készültél ma? Figyelj, ez a szett is olyan, hogy szívszakasz szó van igazából. Mindig olyan ruhába jöttök, mindig olyan ruhába vagy. Hát ez ilyen. Igazából szeretem a retro zenéket is, szóval minden... Akkor mind a két helyen ott vagy, itt is, meg ott is. Ennyi. Mi tudnál hozzáfőzni ezekhez nálatok? Milyen egy parkos este? Minden fasza. Most jövök esküvőről, szanaszét, dolgoztam magam, de nagyon élem a bulit. Hát de így kell egy ilyen kimerítő nap után, egy ilyen jó bulival kell zárni az esküvőt. Hát az a lé, holnap megyek vissza dolgozni, de most odabasszuk rendesen, szétszedjük a táncparkettet. Kaptam az infót a fülemre. Igen, várjál, igen, jön a Viki, jön a Viki. Jön a Viki. Oh, ezért jöttünk. Mindjárt itt van egyébként, de hány fellépésén voltatok, vagy követitek még ezeket a számokat? A Vikit hányszor néztétek meg? Persze. De amúgy még élőben nem láttam, az a baj, mindig kihagytam eddig. Itt a idő eljönni. Én nagyon jó zenéket várok tőle, múltkor is nagyon jókat csinált. Nem adom lejjebb a lécet, az a lényeg, nagy buli lesz, én itt vagyok. Egy buli van hajnalig. Ennyi! Nagyon jó bulik szoktak lenni, megmondom őszintén, én nagyon élvezem. Így kimerülten, még jobb, el tudom engedni magam. Hideg a sör, jók a nők, ennyi. Ennyi. Mióta jársz ide? Hát, most ez a második évem talán. Mindenki ide jár, meg Overon nagyon más hely, ilyen diszkós nincs. De ez pont jó, itt jó bulik szoktak lenni, jók a nők, hideg a sör, ennyi, én csak ennyit tudok mondani. Ez az ilyen megszálló ég, ez az igaz, ez egész este itt lesz a fejembe. Ennyi. Hideg sör, jó nők. Ennyi, több nem kell. Jó lenne, ha itt lenne tényleg a videó, de elmet már élőben is megnézni, csinálnál vele egy
egy közös képet. Biztos, ikrek vagyunk. Ez igen. Jó a buli? Jó a buli! Hogy van a szöveg? Figyelj, mert te vagy! Tessék! Hogy van a szöveg? Ideig a vízességet adom! Nem szemű szombat, hogy étkezzem! Mindenki itt van, neki számít! Csak meg a szakú, hol legyen! A park az a legjobb hely! Tényleg! Tehát mostanában csak parkba járunk, sehova máshova! És ez a buli is nagyon jó! Csak azért jöttem, mert itt vagytok! Hát köszönjük szépen! És tudod, hogy mivel készültem a mai interjú alanyaimnak? Várja, melyik zsebemben van itt közben? Közben telik a műsoridő, de nem baj! Ezt neked hoztam! És köszönöm szépen! Köszönöm, és jó bulit nektek! És remélem, hogy találkozunk még! Remélem! Szia! Akkor mutassuk meg a kamerást is, mert nem sikerült múltkor. Hát azért most nem jó, most egyébként nem a Peti a kamerás. Jó, nem baj, mutassuk. Laci! Szia, mutassuk meg! Na várjál, meg kell mutatni. Integessél! Ennyi, ritka pillanatok egyike megint. Múltkor ti voltatok azok, amikor megnéztük a Petit? Tessék? Múltkor ti voltatok azok, amikor megnéztük a kamerásokat a pultos bulit? Nem mi voltunk azok, csak láttam a videót. TikTok. Na, végre megnéztem valaki, nem hiszed? A Lacinak van barátnője? Van. Miért kérdezed? Szívem szakad. Én bemutattam volna itt egy pár lánykának, hogyha az asszony nem zavarja, akkor még mindig fennáll ez a lehetőség, csak szóljon, keressen fel bármikor. Jó, itt akkor a helyi erő, te ismersz mindenkit, tudod a lehetőségeket? Nem, de az nem zavar engem. Én attól még bemutatom itt egy párnak. Én úgy szomorú vagyok, meg szerintem meg is értettél, hogy egyben a kamerások és nem nekem. Te is jóképű vagyok, mert... Persze. Tőlem kérdezd el valami? Igen? Lidl? Do you speak Hungary? Végre megcsillogtathatom az angol tudásomat. Do you speak Hungary? No. Lidl? No, not a... Lidl. Minden jót jó áron. Végre, ősrajongó vagy akkor, de már 5 éves videó vagy 6 éves. Föld lesz TikTokon, nem? Föld lesz. De neked miért van ennyi poharad? Mim? Miért van ennyi poharad? Töm, jó lesz otthonra. Tényleg, nagyon jó focisták vagyunk. A megyében a legjobbak. Csak külön csapatban vagyunk. A rivális csapatban játszunk igazából, de szeretjük egymást. Igen, mi nyilván? Összeveritek egymást. Néha. Egyébként szóljatok, hogyha kell kapus, jövök kapusnak. Jó. Most nagyon kellene a mitében egy normális kapus. De úgy beszéljük a parka, hát a kölcsön ad, jó, ilyen parkos mezbe bemegyek. Az a gond, hogy U17-be kellene lehet. Annyi vagyok, de jó. Én vagyok rá. Vigyázni kell rá, vigyázni. Miért kell rá vigyázni? Hát nézd rá! Na, hogy is lesz jó! Hát de mi össze-vissza beszél, nem? Hát igen. Te fogsz róla mesélni, milyen vele itt a ma este, hogy érzed magatokat, milyen volt a Metzger Viki? Hát, nagyon jó volt a Viki, én meg csak vigyázok rá. Itt vagy! Nagyon jó! Jó a buli? Mit tudnál kiemelni, miért jó? Nagyon jó! De miért? Mindenért nagyon jó! Én most vagyok itt először! Hogyha nem voltál itt korábban? Hát én nem ide valósi vagyok. Honnan érkeztél ide a parkba ma este? Vonattal! Honnan? Bocs, nem hallottam. Sárvár mellől! Hát itt van a közelben, nem olyan messze. Nem? Nem. Messze van? Igen. Milyen messze van? Nem tudom pontosan. Mennyit vonatoztál? Honnan tudjam? Nem figyelted az időt? Nem. Metzger Viki egyébként szerintem egy nagyon jó DJ, és minden buliára egyébként ott tudtam, mert a színen is ott voltam, és mindig hatalmas bulit csinált. És itt a parkban milyen gyakran fordultok meg, hogy el tudnátok el mondani, hogy az idei nyáron milyen fellépők látogattak el ide? Hát itt lakok ugye most a Magyaróváron, de inkább Győrben tanulok, és ott vagyok kollégista. Inkább oda szoktam bulizni járni, de ez az első nyaram itt a parkban, és ez az első bulim itt idén. De egyébként eddig nagyon jó, és tényleg nagyon jól éreztük magunkat. Elmondod az előbb, hogy a barátnőd lengyel. Minden kapcsolódási pontja vagy, hogy kerül ide?
Mi Máltán ismerkedtünk meg egy tanfolyamon, egy angol tanfolyamon, és én voltam náluk januárban, ő jött ide idén, és ma utazott ide, ma reggel ért ide a repülőgépe, és ez volt az első, hogy ide elhoztam. Kérdezzük meg tőle, hogy milyen szerinte a buli. How is the party? Really good! Incredible! Együtt még én is értettem, hát én jó bulit kívánok nektek! Az előadó kínálat tényleg nagyon jó, valamint akármikor be lehet ide jönni, ez is egy nagyon plusz dolog, és alapból ez a szegnék, tehát Queen, ki játszik Queen Magyarországon? Hát nagyon szeretünk bulizni amúgy, nagyon nagy party arcok vagyunk. Mindig itt vagyunk, minden hétvégén szinte. Mennyire figyelitek a zenéket, hogy itt milyen zenék csendülnek fel a parkba? Mennyire fontos a zene, hogy mi szól? Szerintem, hogy nagyon fontos. De a Pedrot abbahagyhatták már a Pedrot, mert... Uralmas a Pedro, Pedro! Már nagyon! Egész nyár erről szólt! Pedro, Pedro! Hát Pedro, Pedro! Pedro, Pedro! 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 Pedro, Pedro! Pedro, Pedro! Azért jó még, csak tényleg, hogy minden buliba felcsendül. Tehát mi is, ahogy járjuk az országot, mindenhol van Pedro. De mi, milyen slágerek voltak még, ami régebben ilyen nagy, nagy volt? A ki ez a lány? Meg a Danza Kuduro nagyon sokat, mert meg a Despacito! Igen! Nagyon rossz! Meg a fehér csoki shaken espresso! Na igen! De arról nem volt zene! Volt zene? Arról nem volt zene! De volt! De nálunk megfordult! A mi mémünkben is van már egy zene, hallottátok? Fizetés volt, van pénz! De meg... Így van, ennyi! Hát tudod, egy rövidebb utat! Tudtad, hogy a kamera között rövidebb az út az itt a pultba? Ha indi a kamera előtt elmész, hamarabb odaérsz az italpultba. Igen? Megnézzük! Meg! Mutatom, maradj ott! Mutatom, hogy ha elmegyünk így a kamera előtt, akkor így rövidebb. Látod, és itt vagy, nézd meg! Itt vagyunk az italpultnál! Így van! Mindenki ezt csinálja, belejön a videóba, és így oda teleportáljuk az italpulton. Hát, még jó, hogy? Hát így van, szóltanok ilyenkor valamit fogyasztani, vagy miről szól még az este? Hát igazából sokat táncolunk, és iszunk sokat, szóval inni jó! Mindenki ígyon sokat! Annyit segíts! A barátnőd még itt van, vagy hazament? Nem tudom, meg kell keresni! Keressük meg a... Láttátok a barátnőt? Hogy hívják? Zsófi! Zsófi! Láttátok Zsófi? Segítsük a nézőket! Kérd meg a nézőket! Merre van Zsófi? Keressük meg! Kérd meg a nézőket, hogy segítsenek! Segítsetem megkeresni Zsófit! És? Figyelj! Megvan Zsófi! Gyere! Hoppá! Megvan Zsófi! Hol voltál? Elbújtam! Nem hoztunk ide a rövidebb útot, de a hosszabb úton jöttél piáért. Így van. Mit csináljak? Nyomjuk reggelig. Neked is benne van a fejedben, nem? A reggeltől eddig ez szól. Jók a buli, jó a társaság. És vannak szép lányok. Ennyi, úgyhogy akkor remélem, hogy jössz legközelebb is. Jövök mindenképpen. Igazából a parknak az egyik rezidense vagyok itt, most már második éve. Nagyon szeretek ide járni, ez a környéknek a legfelkapottabb szórakozóhelye, a legjobb DJ-k járnak ide Magyarországról, mindig óriási buli van, mint most is, ugye, ahogy látod. Hogy kerültél ide egyébként? Egy nagyon jó barátom ajánlása által kerültem ide, azóta megálltam itt a helyem, és a tulajdonosok visszahívtak idén is. Milyen zenei stílusokat szoktál itt megmozgatni, miket szoktál játszani egy parkos bulin? Mivel mozgatod meg itt az embereket? Igazából abszolút a házi buli feeling jellemző a parkra. Imádunk visszatekinteni az időbe, akár 2010-től napjainkig. Én üdvözlöm az összes nézőt. Én Chris B vagyok. Én 8 éve kezdtem el az egész zenélést. Körülbelül 3 éve vagyok itt a Retroba, ami nem is retro valójában, hanem a Revolution Pub. Amiről azt kell tudni, hogy ez nem csak retro, ahogy említettem, hanem latin R&B és retro felépítésekkel dolgozunk. Ugyanúgy, ahogy mi is játsszuk a retro feldolgozásokat, retro egyvelegeket, sajátokat is hozunk ide. Úgy, ahogy édesapám által kerültem ide, ugye a DJ Vedet sokan ismerhetik, úgy őtőle kapom az ikleteket, illetve az, hogy nekem is mibe kéne belenyúlni. És általában mivel szoktál belenyúlni? Mi a te zenei stílusod? Mit szeretsz játszani egy este folyamán? Én nagyon szeretem a retrót. Én retróban nőttem fel. Én 8 éves koromban is, ugye most megnézik a mai fiatalokat, 8 évesen már a hip-hopot hallgatják. Én 8 évesen
Cool and the Gang-en hallgattam körülbelül, vagy DJ Szatmárit. Ez teljesen más. Tudni kell, hogy ugye itt a fő látványosság az a nagyterem, de viszont ide, aki a retróba jön, az visszatérő ember. Ide csak visszatérő ember jön. Új ember az olyan, mint egy új munkahelyen, hogy fura látni. De nagyon sok szeretettel fogadjuk őket, és aki ide visszatér, az mindig azt mondja, ránézek, és látom, hogy na, ő egy Danzakudurot fog kérni. Na, ő egy DJ Szatmárit. Na, az a táncolj még. Úgyhogy nagyjából ismerjük engem a 80-100 emberrel, aki ide visszatér. Nagyon jó volt, itt volt a mi királynők, a Viki! Nagyon jó volt! Itt voltatok, a Revolutionben is megfordultatok! Kimaxoltatok tényleg a ma estét, nem hazudtatok! Elásztunk, de itt vagyunk, és itt is leszünk zárásig! Körülbelül másfél óra zárásig, úgyhogy mi hamarosan elköszönünk a nézőktől, és ezt most együtt tehetjük meg! Köszönjük, hogy velünk voltatok! Sziasztok!